Kedves túratársak, a mai alkalom olyan lesz, amilyen még nem volt, mondjuk ez persze mindig igaz, de most az egész nap a rendelkezésünkre áll, jót aludtunk az éjszaka, úgyhogy most korán tudunk kezdeni, ezért a mai túra egy kicsit hosszabb lélegzetű lesz. Szerintem érdemes lesz velünk tartani. Az út körülbelül kétharmadáig az országos kéket fogjuk követni, és ezek a célpontok, amik itt olvashatóak a táblákon, ezek mind benne lesznek a mai túrában. Jalla. Ha körbenézünk, mi az, amit nem látunk? Nos, amit nem látunk, az egyetlen felhő sincs az égen. Úgyhogy a mai túra prima időjárással kecsegtet. És ki is értünk rögtön egy ilyen kis melegedő tisztásra. Ránk is fér, mert igazából nincs túl nagy meleg. Na, a rétről rögtön be is integet tegnapi jó ismerősünk, a Petőfi kilátó. A faktor réten járunk, most ez nem látszik annyira, majd mindjárt megmutatjuk a rétet is. Itt egy kegyhely, a faktor réti madonnával, amely az erdőmunkások létét hivatott védelmezni. A rét pedig egy igen festői látvány ezekkel az óriási hagyásfákkal. A turistatérképek.hu szerint ezen a területen málnásnak kéne lennie, de ez nem igaz. Tehát, hogyha valaki úgy tervezi a turat, hogy be fog lakni málnával, az téved. Az erdő már egészen ruandás jelleget öltött, egészen vadregényes. És ilyenben jövünk már egy jó kilométer óta. Nagyon szép. A bükk igazán tetszik. Nos, a kék túráról tettünk egy kis kitérőt, mivel a térkép itt barlangot mutatott. Hát kérem szépen, megvan ez a zászlós barlang. Most mindjárt szétnézzünk, hogy mi van bent. Nos, hát bent, tulajdonképpen itt jöttem be, ott látszik a napvilág. Itt bent már föl lehet valamilyen szinten, ilyen guggoló pózba egyenesedni. A barlang folytatódik még egyébként befelé, keményen. Csak hát nagyjából ezek a dimenziók maradnak. És errefele is vannak még ilyen rókalyukak. Abban már nem férek be, ebben még igen, de nagyon sok a kitöltés. Itt egyébként nem különösebben látnivalók nincsenek, amint az látszik, nappali lepkék, vagy hát nem tudom, hogy inkább éjszakai lepkék pihennek itt a falon. Egyéb fenevad nincs. Hát beljebb most nem nagyon fogok menni. Vagy mégis? Mit tudok még itt megmutatni? Nos, hát én ott lefele folytatódna még a barlang. De mondom, a dimenziók hasonlóak. És hát azért meglehetősen sár van, úgyhogy nem megyünk tovább. Mint valami ronda nagy sárkánygyík, úgy másztam elő. Hú, de lehet, hogy a film nem mutatta jól a... és hogy kamerán keresztül nem láttak jól a dimenziók, de ilyenek, mint ahogy itt kijöttem. Hú. Na, hát ez is megvolt, szerintem megérte a kitérőt. A bükkben számos ilyen rejtett kicsi
látványosság is van, ami persze mondjuk így méretét tekintve nem vetekedhet a komoly karszthegységekkel, tehát kis pénz, kis foci. Íme, ez itt egy víznyelő. Itt a sziklás oldal alja valahogy nyeli el a vizet. Ott látszik is, hogy ott van az egyik gödre. És az egész tisztás tulajdonképpen egy dolina. Most régóta nem jelentkeztünk be, mert most volt egy hosszabb ilyen aszfaltos, meg murvás utasrész, ami nem volt igazán különösen kiugró látványosságokkal teli. Most viszont elkezdődik a túra érdemi része. Az első érdemi részhez a zöld háromszög vezet, és ez nem lesz más, mint a három kő csúcsa. És tulajdonképpen már meg is van, itt vagyunk a hármas kő. Nem pont a csúcsán, hanem a kilátónál, ugyanis ez a leginkább érdekes pontja. És mindjárt ki is állok a képbe, hogy ne zavarjam a csodálatos panorámát, amely olyan, mintha Magyarország igazi hegyes nagyhatalom lenne, mert amerre csak nézünk, hegyek hullámzanak egészen a láthatár széléig. Most persze egy kicsit azért illúzióról volt, hogy figyelmesebben átnézünk a hegyek fölött, azért már látszik az Alföld, ki tudunk itt tekinteni mezőkövesd irányába. Alattunk ez a rész, pedig az alacsony bükk, hogy így fogalmazzak, hatalmas erdőségeket láthatunk. A bükkben van Magyarország legnagyobb egybefüggő erdőterülete, mint egy 100 000 hektár. A három kő csúcsoszlopa ugyanis ez, és ez azért is fontos, nem, illetve ez csak azért fontos, mert itt a környéken geoláda is van, amit most rögvest meg is keresünk. Íme a láda, kihoztam börtönéből egy pillanatra, de most megy vissza. Ismét csináltunk egy téridőugrást, Tarkőnél járunk, 940 méteres szinten, nem 948 méteres szinten, és innen is pazar kilátás nyílik, amit mindjárt meg is mutatok. Következő kilátópontunk a Tarkő. És egyébként innen a panoráma nem sokat változik, ugyanazt a hegytengert látjuk itt mögöttem. De amit igazából meg szeretnék mutatni, az valami más. Ugye beszéltünk már arról, hogy bükkfennsík, meg nagyfennsík, és itt látszik a legjobban, hogy ez mennyire ilyen hirtelen emelkedik ki az alant lévő tájból. Hogyha elnézünk így a fal mellett, most pont a peremén állunk, akkor látjuk például, hogy az előbb az ott a három kő sziklafala, onnan kukucskáltunk errefelé. És végig egy ilyen hatalmas nagy letörés látszik itt a sziklafalban. És ez választja el, na nem a szart a víztől, hanem a nagy fennsíkot a bükk többi részétől. És ez így megy egészen végig, hogyha valaki nézte a Szétnéztünk az Istállóban című filmünket, ahol szintén le kellett küzdjük ezt a hatalmas törést, és ott egy nagyon-nagyon nagy kaptatóval sikerült ezt megvalósítani. Itt most szerencsére bánkút már a tetején van, úgyhogy csak egy kellemes séta kimászni a szakadék szélére. És most nem hátrálok még egy lépést, hogy jobban beleférjek a képbe. Hogyha a Tarkő másik oldalára mászunk át, akkor a panoráma másik felét is láthatjuk, mégpedig velünk szembe a Mátra, egész pontosan a kékes tető tömbje látszik. És itt is nagyon szépen megmutatkozik az, hogy milyen magas sziklafallal ugrik ki a bükkfennsík az alant lévő tájból. Ha távolba elnézünk, arra felé pedig a települések, amik látszanak, azok Felsőtárkány, illetve Egernek egy kis csücske. És hát Eger is nagyjából látszik ott a félhomályban, a messzeségben.
Nos, geoláda itt is van, ez is viszonylag könnyen meglett. Íme régi kedves ismerősünk, akit már több hegységben is láttunk, de most itt is, a havasi cincér. Ebből is látszik, hogy közeledünk az őserdőhöz. Most itt vagyunk az őserdő kapujába. Ugye belépés csak engedéllyel. Engedélyünk nincs, tehát nem lépünk be a kapun, ami egyébként ténylegesen kapu. Az őserdő ugyanis el van kerítve. Mondjuk a kapu az szét van vandálozva, tehát igazából be lehetne menni. Meg én szerintem nincs valamilyen fotocellás detektor, ami észlelne minket, de inkább kikerüljük. Talán itt egy kis szemelvényt tudom mutatni az őserdőből. Vannak benne 150-200 éves bükkfák is, olyan jó 15-20 köbméter faanyagot tartalmazóak. Hát azt lehet még elmondani erről a részről, hogy mivel a láncfűrészeket a 40-es években találták föl, az egyemberes láncfűrészeket pedig az 50-es években, ugye a Steel Contra volt az első, ezért nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy ebbe az erdőfoltba még láncfűrész sosem zúgott. A környék viszont egy erősen mészkőkibúvásos, és teljesen olyan, mikor a Galbenakő kilátó felé mentünk a Galbenakő úton. Úgyhogy kellemes emlékeket idéz. Olasz kapunál járunk, ami az emléktábla szerint ugye azért olasz, mert itt Turzó Gáspár felügyeletével 18 olasz hadifogoly törte át a sziklát, és hát azért volt vele rendesen munka, nem egy kis szikla. Egyébként pedig olasz kaputól a bükk fensík, az fokozottan védett természetvédelmi terület, autóval behajtani tilos. Ez mondjuk annyiban kínos volt itt számunkra, hogy ez az út ez pont Bánkútra vezet, és én úgy terveztem, hogy Bánkútról ide jövünk, ide csorgunk autóval, megcsináljuk a túrát, és aztán vissza. Na most ez az, amit nem lehet, csak egészen körbe Szilvásvárad, Máinka és így mindenféle falu érintésével lehetett volna ezt megcsinálni, ami egy ilyen 25 kilométeres bambakör. És ezt kétszer kellett volna megtegyük kocsival, úgyhogy inkább gyalogoltunk. Most egész durva ösvényeket tapostunk az előbb, de igazából most már a cél az, hogy visszajussunk a szállásra. Ugye Bánkút, megyünk a sárga pluszon tovább, és még 2,7 kilométerünk van hátra. Ami már igazából nem túl sok, de már azért elég fáradtak is vagyunk. Úgyhogy nagyjából még egy olyan 45-50 perc, és a célnál vagyunk. Szint már nem igazán van innentől az útban. Utolsó látnivalónkhoz érkeztünk, ami lehetett volna az első is, ha akkor észreveszük. Na, ez nem más, mint a Diabász barlang, ami ott van, és hogyha nem tűnik teljesen természetes képződménynek, az azért van, mert nem is az. Mármint a barlang az az, csak a bejárata az így van lezárva, és ide természetesen nem tudunk most bemenni sajnos, pedig szeretnék. A barlang hosszú és szövevényes, több mint egy kilométer hosszú, és aktív vízfolyás is van benne. Most aztán nem tudom, hogy ebből valósult-e meg a szállónak a vízellátása vagy sem, mindesetre valami írásban olvastam, hogy ezt ajánlották, hogy innen hozzák a vizet. Aztán lehet, hogy tényleg innen is hozzák. Egyébként azért van lezárva így a barlang, mert a bejárati része az erősen omlásveszélyes volt, és úgy gondolták, hogy jobb, hogyha a turisták nem nagyon merészkednek az omlós kövek közé. Nos, hát bezárult a kör, remélem mindenkinek tetszett. A vége egyébként 18,5 km, a szintadatok majd itt lesznek a videó alatt, illetve a videó végén elején. Nekünk nagyon tetszett a hűk, egyébként nagyon jól bejön, így hangulatilag. Úgyhogy ide még biztos jönni fogunk máskor is. De még holnap itt vagyunk, és lesz még egy túra. A viszontlátásra!